Amit mondtam, ez egy géniusz, hát ilyet írni, nem akármi. Megkérdezte tőlem egy riporter, hogy milyen hátrányát érzem annak, hogy nem látok. És hát ugye én automatikusan visszakérdeztem, hogy mi az, hogy hátrány. Mert ennek a, mert ezt én abszolút nem érzem, mert a zene segítségével sokkal boldogan vagyok. Hogy a híreket hallgatom és figyelem az eseményeket, egyre inkább az az érzésem, hogy az embereknek ebbe a mai rohanó világban sokkal inkább szüksége lenne a muzsikának a gyógyító erejére, mint bármikor. Mert szerintem Mozart, Schubert és Chopin nélkül lehet élni, de nem érdemes. Koromban hallgattam a keringőket. Egyszer kint voltunk a teraszon, és mondtam a mamáiknak, hogy figyelj, mama, a madarak is Chopint énekelnek nekem. A varázsolát, azt ha százszor nem láttam, akkor egyszer se. Ugye megnéztük az Erkel színházba, lehettem úgy 6-7 éves. És egyszerűen sírva fakadtam az előadás végén, és nem tudtam amúgy, hogy mi bajom van. És nem tudta kiszedni belőlem. És hát nagy nehezen kinyögtem, hogy én ezt a zenét soha többet nem hallom már. Azokat a szavakat szeretem, amikben rögtön ott van a hangulat, hogy ballada, dallam, hullám. A hullámzás, a tenger hullámzása, de ha választani kéne, az a csönd. Mert hogy az a csönd, ami a koncertteremben mindig tapasztalok, azt a csöndet, ami mindig átjárja, szóval megáll a levegő. Olyan csönd van a teremben, hogy a légy zümmögését is meg lehet hallani. Akkor úgy érzem, hogy ott egy varázslat történt.